Mai Zsoltárunk a 25. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Már megszokhattuk, amikor a Zsoltárokat olvassuk, hogy olyan imádságok ezek a feljegyzések, amik hol kimondottan Isten szólítják, meg más gondolatokban ugyanazon a Zsoltáron belül, pedig egyszerűen, mintha önmagával beszélne a Zsoltáros. A 25. Zsoltár is jó példa erre, mintha csak leülnénk otthon a konyhában, a székre magunk elé nézve, rosszabb esetben magunkba roskadva is elkezdenénk töprengeni, gondolkodni, elmélkedni. Vannak, akik azt a szót is használják rá, hogy meditálni. Aztán olykor kérések hagyják el az ember ajkát, vagy csak ott belül magában mondja, imádkozik, aztán gondolkodik, majd, majd tovább töpreng. Nagyon különleges ez a zsoltárokban, és nagyon különleges ez egyáltalán az Istennel való beszélgetésünkben, az Istenről való gondolkodásunkban, ahogyan a kettő együtt halad, együtt keveredik, egymást táplálja élteti és termékenyíti. Hallgassuk meg a 25. Zsoltárt. Dávidé, Uram, hozzád emelem lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned bízik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezes igazságodban és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Minden nap benned reménykedem. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságom védkeiről és bűneimről ne emlékezz meg kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a védkezőket. Igazságban vezeti az alázatosakat, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intéseit. A te nevedért, Uram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Ki az, aki féli az urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és utódai öröklik a földet. Az úr azoknál van, akik őt félik, és szövetségével oktatja őket. Szemem mindig az úra néz, mert ő húzza ki lábamat a csapdából. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok szívem szorongásai megsokasodtak, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, hogy megsokasodtak, gyilkos gyűlölettel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy hozzád menekültem. Ártatlanság és becsület védelmezzen engem, mert benned reménykedem. Menst ki, Istenem, Izrált minden bajából. Azt a címet is adhatnánk a 25. Zsoltárnak, hogy minden bajokra recept. Még talán Károlyisan is hangzik egy kicsit ez a régies megfogalmazás. Zsoltáros minden esetre nem is hagy kétséget e felől, hogy a receptet ő Istennél keresi. Az első versben Dávid rögtön így kezdi, Uram, hozzád emelem lelkemet. Szaladok Istenhez, megyek hozzá, elmondom, ahogyan másodt a Zsoltárakban mondja, kiöntöm a szívem, vagy bizony sokszor inkább azt mondtatnak, hogy ráborítom a gondjaimat, szóval hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. És a következő versek kulcskifejezése ez a senki se szégyenüljön meg, ne szégyenüljön meg, aki benned bíz, az szégyenüljön meg, aki nem bízik benned, Istenem. Mutasd meg nekem a te utadat, a te ösvényeidre taníts meg engem. Olyan különleges dolog, ahogyan a Zsoltáros a megszégyenülés elkerülésére az Istentől való tanulást adja meg válaszként. A recept egyik sora ez. A tanulni, tanítani kifejezés egyébként is kulcs ebben a Zsoltárban, visszatér. A kilencedik versben azt mondja, hogy Isten az ő útjaira tanítja az alázatosokat. Maga Jézus Krisztus egyetlen egyszer használta ezt a kifejezést a Máté Evangélium a 11. fejezetében, amikor azt mondja, jöjjetek én hozzá minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettek, és a 28.-29. versekben olvassuk azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. A recept, tehát amit Jézus felírt régi, itt a 25. Zsoltárban is ugyanezt olvashatjuk. Menni Istenhez, hozzáemelni a lelkemet, a gondjaimat, a szívemet, gondolataimat, akaratomat, érzelmeimet, bízni benne, mert nem szégyenül meg, aki benned bízik, Uram, és tanulni tőle, hogy vezessen az igazságban, a jó úton, hogy megmutassa az ő szabadítását, a lelki, vagy akár a testi fizikai bajokból is. Olyan szépen foglalja össze az ötödik versben, egyetlen egy mondatban, egy három szóból álló mondatban Dávid, azt, ahogyan ő megéli ezt a hitét, minden nap benned reménykedem. Ez a minden nap benned reménykedem egyfajta szemüvegünkre írt mondat is lehetne. Minden nap benned reménykedem, mert mindig a három szó közül valamelyik hibázik, hogyha, hogyha nincsen békénk. Vagy a minden nap, mert olykor-olykor, vagy hétvégeken, vagy ha van rád időm, tehát a, a mondat ebből a szóból, ebből a három szóból áll minden nap, aztán a benned, ez a következő. Mert persze reménykedhetünk más valakiben, más megoldásokban, vagy reménykedhetünk önmagunkban, a magunk eszében, a magunk erejében, de a Zsoltáros azt mondja, minden nap benned. És itt van ez a csendes bizonyosság, reménykedem. Nem azt mondja, hogy nagy kiserkenő hitem van, hogy hegyeket mozgatok ide vagy oda, hanem azt mondja, hogy van egy, egy nyugodt hitem, valahol a nyugodt hitnek ez a reménység a legjobb szó, amivel ki lehet fejezni, amivel vissza lehet ezt adni. Az a nyugodt hit, ami nem kérkedik, ami nem harsány és nem hangos, nem ugrál és nem zajong, hanem belül, mint egy lakat, őrzi az ember békéjét, ez a reménység. Emlékezzél meg, kéri Isten tád, Dávid, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak ifjúságon védkeiről és bűneimről nem emlékezz meg. Kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam a te jó voltodért, Uram. Ez az ifjúságon vétkei és bűnei az ember egyik legnagyobb terhe. Ha már túl van azokon az évtizedeken, az első egy-két-három, van akinél ez akár több is lehet, szóval a tapasztalat szerzés évei, amikor az ember még a maga feje után menve próbál boldog lenni, amikor még nem tudja azt kimondani, hogy a te ösvényeidre taníts engem, és ismertesd meg velem a te útjaidat, hanem azt mondja, hogy Istenem, egy kicsit csukd be most a szemed, mert van egy nagyszerű ötletem, de arról jobb, ha te nem tudsz. Isten pedig, ha be is csukja a szemét, de pontosan tudja, már csak azért is, hogy meg tudjon minket védeni. Pontosan tudja, hogy merre kószálunk. Ifjúságon vétkeiről és bűneimről nem lékez meg. Hogy ezeket a vétkeket és bűnöket le lehet tenni Isten elé. Hogy Isten, ahogy mondja, kéri a Zsoltáros kegyelme szerint emlékezik ezekre, az ő kegyelmével tekint ezekre, olyan különleges, hogy a mi oktalanságunk sokszor legsötétebb napjait vagy éveit, nem csak hogy kegyelmesen nézi, hanem szeretettel, megértően és, és részvéttel tekint rá. Olyan jó tudni, hogy ilyen az Isten. Ahogy a Zsoltáros is a nyolcadik verstől az ima szavait az elmélkedés, a gondolkodás töprengés szavaival váltja fel. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban vezeti az alázatosakat, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intéseit. Ki az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és utódai öröklik a földet. Két kulcskifejezéssel találkozunk. Az alázatosakat Isten megtanítja az ő útjára. És akik félik az Urat, azoknak megmutatja, hogy milyen utat válasszanak. Az alázat és az Isten félelem nem csak itt, de az egész Bibliában kulcskifejezés ha megint csak előre lapozunk az evangéliumokba, akkor láthatjuk, hogy az alázat kifejezését nem csak itt a Zsoltáros, a 16. versben, amikor azt mondja, hogy én árva és szegény vagyok, lásd meg szegénységemet, mondja a 18. versben, de maga Jézus Krisztus is a lelki szegénység gondolatával helyettesítette. Rögtön a boldog mondások elején azt mondja, hogy az Isten ember kapcsolatot kezdődik, amiről itt Dávid is elmélkedik, amikor az ember rájön arra, hogy az alázat nem gyengeség. Sőt, az Isten előtti alázat, a szegénységem beismerése, hogy nélküled nekem csak az önzés marad, nélküled nekem csak a reménytelenség marad, az embert olyan helyzetbe hozza, hogy tudjon kérni, hogy végre teljesen Istenbe kapaszkodjon, teljesen Istenre támaszkodjon. Ezért is mondja azt, hogy Isten vezeti az alázatosokat, tanítja az alázatosokat. Lelki szegénynek lenni tulajdonképpen megalázó, de az igazi győzelem ott kezdődik, amikor az ember szembe mer nézni önmagával, a maga sérüléseivel, fogyatékosságaival, vagy hogy a Zsoltáros tette ifjúsága bűneivel, vagy <tosz> előnytelen rossz jellem tulajdonságaival. Amikor így megy Istenhez, mert tudja, hogy Isteni a kegyelem és a hűség. Amikor így megy Istenhez, és a következő leckére, a következő évfolyamra beiratkozik, mert az alázat után az Istenfélelem következik. Ki az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat. Az Istenfélelem az alázatból táplálkozik, és az Istenbe vetett bizalomban, hitben termi, a, meg, a, termi meg a maga gyümölcseit. Az Úr titka azoknál van, akik őt félik. Akik megtanulják, hogy mi az, hogy Isten félelem, hogy mi az az alázatból fakadó hit és bizalom Istenben, azok a legnagyobb titok birtokosai. Mondhatnánk úgy, hogy azok mindenre tudják a választ. Azok az életükben nem kiszolgáltatottjai a saját belső alkalmatlanságuknak, vagy a külső nehézségeknek. Mert azt mondja a Zsoltáros, hogy szemem mindig az Úrra néz, mióta ismerem az ő titkát, mióta nem szégyellem, hogy milyen szegény is vagyok nélküle, hogy üres a zsebem, valódi kincseim nincsenek, szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szelítség, ezek a valódi kincsek, ezeknek én híjával vagyok, nincsenek ott a zsebemben, a táskámban, hogyha, hogyha szemem nem mindig az úrra néz, hogyha nem látom, hogy jó és igaz az úr, aki útba igazítja a vétkezőket. A Zsoltár hátralévő hátra lévő része az elmélkedés után egy imába torkolik, ahol Dávid újra megfogalmazza azokat a kéréseket, amik számára a legfontosabbak. Beváltja minden bajok receptjét, oda megy Istenhez, és kéri azt, amit Isten megígért, és bizonyosan meg is tesz. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. A mi szegénységünk az Isten gazdagságának a lehetősége. A mi árvaságunk arra alkalom, hogy Krisztusban örök, örökbe fogadjon bennünket, örököseivét tegyen. Az ő jellemének, az ő gazdagságának. Szívem szorongásai megsokasodtak, írja Zsoltáros, de nyomorúságaimból te szabadíts meg engem. Lásd meg ellenségeimet, megsokasodtak, gyilkos gyűlölettel gyűlölnek engem őrizd meg lelkemet, szabadíts meg, ments ki Istenem Izraelt minden bajából, mondja a 22. versben. És itt Izrael nem csak mint nép jelenik meg. Izrael az egyén. Ezt a nevet először Jákob kapta. Amikor Isten követével, a menyei angyallal, az Isteni lényjel küzdött. Amikor végre rádöbbent arra, hogy milyen gyenge, milyen szegény. De nem kell félnie. Mert amíg igaz az ő életében is, hogy Uram hozzá emelem lelkemet, ameddig akár a konyha széken ücsörögve, elmélkedve, kéréseket, kérdéseket fogalmazva, meg Istennel beszélgetünk. Addig az Úr harcosai vagyunk, Izrael, Isten győztese. Addig igaz ránk, hogy nálunk van a recept, hogy minden bajból kiemeljen minket. A szegénység, az alázat, ami Istenhez hajt, és az Isten félelem által bizalommá és hitté erősödik. Amikor én merek nem magamban bízni, és akarok teljesen benne bízni, akkor az Isten győzni fog helyettünk, és értünk, és részesít az ő győzelmében. Ezt a győzelmet adja meg ma is, és életünk minden napján, mert minden nap benned reménykedem, mondja a Zsoltáros.